hangosan. Mielőtt bármit is mondani. Igen, egy köszönetet szeretnék mondani azon kollégáimnak, akik ma délelőtt reggeltől keményen dolgoztak azért, hogy a mai rendezvény sikerrel lezajlódjék, illetve a másik helységbe a terített asztal összejöjjön. A technikai gárda, a titkári gárda, illetve a pedasszisztenseinek köszönöm. Ő sajnos nem tud itt lenni fizikai állapota miatt, így hát rajtam keresztül üdvözli önöket, és kívánok a területnek sok sikert ahhoz, amikor. Néhány nap, és otthon már karácsonyi asztalhoz ütünk szeretteinkkel. De ma még itt vagyunk, hagyományunk a szíven, e körben is köszönjük az ünnepet, egymásnak is szívmeleget kívánunk az elkövetkezendő évre. Az idei fehér asztalunk különleges az iskolai évkönyvben tanulásra sorakozó hasonló alkalmakhoz képest. Ma itt ünnepeltek ti is velünk, hajdani kollégáink, és osztottok velünk kettős ünnepünk örömében. Kettős, mert ez egy olyan tanév karácsonya, melyen falak közt a 35-ön. 5 évente megünnepeljük magunkat, számvetést készítünk, és ajándékot adunk magunknak, ajándékot, az emlékezés ajándékát. Hisz aki szép, küzdelmes útra tekintett vissza, annak az élete nem fogja. És ha az aulánkban igényesen kiállított iskolatörténeti tanulósorozatot végigtekintjük, láthatjuk, hogy nem volt hiába. Egy délután az elcsendesedő házban egy képek előtt elsétálva visszapörgettem a múltat, és jelentkeztek a képek, megelevelettek a régi kollégák bennem, sajnos önök is, akik már nem ölelődtek. Nyugodjon. Mennyi szakmai törekvését, törekvő diákokat sikerült, vagy teremtett élményünk diáképeket rendezvényekkel, táborokkal. A messzi múlt történéseit most nem sorolom, hisz Bala Margit kolléganő aprólékos ezredfordulóig tartó fejlődésünket bemutató iskolatörténeti munkája mai napig elérhető weboldalunkon, de szeretnék számolni nektek arról, ami az utóbbi néhány évben. Csak pillanat. Önkormányzati képviselői lobbizásának köszönhetően megújuló iskola. Gazdag alsós képzőművészeti és sporttevékenységi körök, szorobán eszköz használat a matematika oktatásban, drámapedagógiai ösztönzések, könyvtárunk nem hétköznapi olvasásra, nem hétköznapi olvasásra ösztönző programjai, énekkarunk, tánccsoportjai produkciói, ebből láthatunk. Tornászcsapatunk diákolimpiai sikerei, tagozatváltást segítő komoly tanulói szobai munka, alsó szakkori munkára épülő felsős nívócsoportos idegen nyelvoktatás, a párbaj törvívás meghonosítása, a környezetudatosságra nevelő ökoiskolai arcolatépítés. A hagyományokat folytatni igyekvő, de a társadalmi változások miatt születő új igényekre is felelni kívánó professzor Váldeán előttetek a jelen. Olyan kollégák, akik továbbra is egyszerre próbálják a tehetséget felmutatni, bemutatkozási teret nyújtani neki, legyen ez ének, rajz, tánc, tornavívás vagy egyéb szaktárgyi terület, és nem feledkeznek meg arról sem, hogy szakembereink fejlesztéssel, szaktanárik segítő értékeléssel az elmaradókat is segítség tartunk. Sikerrel támaszkodnak támogató partnerszülőkre, de megtanultak türelmes, konfliktus
megoldó vagy konfliktus oldó párbeszédben maradni a szülők adott körével is, akik egyre több mindent hárítanának az iskolának. Továbbra is igyekszünk nyitott befogadó intézményként partnerséget és helyet adni külső szakmai munkákat is, melyek leginkább a tervezőtudásban társadalmat. Különösen gondolok itt, és mondok köszönetet a kerületi művészeti iskolának, de sok segítséget kaptunk a helyi civil szervezettől is, a Rákos Csaba Kutelepér Egyesülettől, önkormányzati képviselőtől. A Fehér Asztalnál tehát egy tevékeny, színes, sok kreativitást felmutató tanári közösség lát vendégi benneteket, akiknek törekvéseiről nálam részlet esetben az utóbbi években lassan közel 1000 tematikus rendesorolt film, 6000 képmesél a honlapunkon, talál meg a Facebookon érdeklődőket, mert a szakmai munka elvégzésén túl immár ez is a talpomaradás másik eszköze az iskolában. Engedjetek meg végre, vagy a végére, egy személyes lezárás. Már sokszor említettem, és talán néhányok már azt mondják, hogy megint a Rafael Évi tilóiát, hogy 35 évvel ezelőtt, 19 éves Rákos egyik képzetlen gyerekpásztorként léptem pénzt keresni falak közé, ideiglenes megoldásra gondolom azt. A kedves emlékű kollégáim befogadtak, nevettek, segítettek, a szakma elfogadott. És az itt ülők közül sokakkal együtt kezdik el ezt a hatásokat. Közösségüket nem csak munkahelynek, de tanító műhelynek érezhetünk. Kicsit otthonról is. Akár jutatkozva, akár válnak vele, akár hadd köszöntsem hát nem csupán a jelenlegi igazgató és beosztásomból e napon iskolában, hanem egy olyan emberként is megköszönöm a több mint 3 évtizedet nektek, aki sok szépet is köszönhetett nektek és a falunk. És most pedig, mivel mindazt, amit elmondtam, természetesen csapatmunkában kell hozni. És ha megkérdezik tőlem, hogy mi iskola vezetőnek lenni, akkor azt mondom, hogy egy nagy csapatunk van. Az iskola egy élő szervezet, amelyben a vezetés egy kicsit az arcát tartja. És az, hogy az arcát tartani tudja, az egy nagyon kreatív tantestetnek kell lenni, ezt megkapjuk. De ne feledkezzünk meg az iskola vezetésről. És én most két vezető kollégámat szeretném ide színpadra kérni. Szeretném Bolejnik Ilona igazgató asszony ide hívni, és Császárné Barbéra. Thank you.
Egymás mellett biztattuk a hajót, rágtuk egymásnak kellett, és azt tudom mondani, hogy nagyon nagy szerencsém van azzal, hogy két ilyen hölgy vigyázott arra, hogy Szép